itt vagyunk a Buveró táborban. Szevasztok, buverósok! Sziasztok! Szóval azért jöttünk ide, hogy elkezdjünk reterálni ezekkel a kamerákkal. Uh-huh. Aztán aki kíváncsi, megnézheti, hogy milyen fantasztikus jó hely ez a tábor. Na, jó, mindenkinek ajánlom, aki már betöltött a 18. életévét. A fiatalabbak is tanulhatnak. Tanulhatnak, de nem jöttek a táborban. Na, szóval itt vagyunk, szevasztok! Sziasztok! Roma lányoknak szervezett harmadik alkalommal médiatábort a Romédia Alapítvány 2015-ben. Idén 12-en vettünk részt a táborban, ahol komoly elméleti képzés után csoportmunkába kezdtünk, hogy gyakorlati tudást szerezzünk kis filmek készítésével. A mi csapatunk a hagyományos cigány mesterségek egyikét, a Lókup egységet szerette volna bemutatni, melynek ismerete évszázadok óta apáról fiúra szállt a romák körében. A filmforgatás gondos tervezés után a terepszemle követte, hogy megismerjük, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, így másnap hajnalban már a nagykőrösi vásárban voltunk, hogy megnézzük, mit árusítanak manapság, és hogy hogyan alakul a lókupecek sorsa. Sziasztok, mi vagyunk a Buveró tábor harmadik generációja, innen Nagykörösről. És ezt a feladatot kaptuk, hogy forgassunk egy kis filmet a helyi vásárról. Rengeteg érdekességet láthatunk majd. Különösképpen a Lókup egységre tekintettel. Ebben a vásárban nagyon sok mindent meg lehet találni mindenféle ágazatban, például edények, bútorok, régiségek és új dolgokat is lehet kapni. Ugyanis ez az ország második legnagyobb vására. Mi azért jöttünk, hogy egy kicsit közelebbről megmutathassuk nektek azt a fajta ágazatot, ahol a lókupecek is tudnak érvényesülni. Reméljük, tetszeni fog nektek a kis filmünk. Lóvásártér részen vagyunk. Hát, ha itt szétnézünk, valaha ez a tér nem volt vascsővel elválasztva, hanem ez az egész volt együtt a lóvásár. Sajnos már a... és tele is volt, úgyhogy szép számú lovat hoztak föl. Ez már a sajnos igen visszaszorul. Én úgy gondolom, hogy a lókupecség valaha egy életforma volt, adták, vették a lovat. Ezt az életformát a jelenlegi jogszabályok lekövetni nem tudják, így hát azért ennél több ló szokott a területön vagy lenni, most viszonylag kevés van. Feljártuk a vásárt, de eladó lovat csak egyet találtunk. Nem volt ez mindig így. A nagykörösi állatvásár több évszázados múltra tekint vissza. A helyi romák emlékezetében még ma is él, hogy az 1600-as évek elején az erdélyi fejedelem Bocskai István seregéhez Lippai Balázs későbbi főkapitány jött el a nagykörösi lóvásárba, egyenesen unokatestvérét Csulár Istvánt, a cigány lókupecet bízta meg a legjobb hátasok kiválasztásával a hajduk hadba állításához. Azóta is nagy jelentőséggel bír a nagykörösiek életében az állatvásár országos, sőt, nemzetközi hírnek örvend. A nagykörösi cigányok pedig méltán büszkék lókupec őseikre. Rengeteg ló volt valamikor, de most lássuk itten, hogy nincsen egy ló se. És azért így nem tartanak össze az emberek, volt akiket megbüntettek, ez az útlevél miatt az életben nem fog eljönni lóval ide, mert egy büntetés kapott, lóvásár megszűnt itten, és ezért ezek az emberek
eltávolodtak ebből a nagykőrösi vásárból. Mert ez a dolgok vannak itt, hogy a útlevélet kérik, ló nincs, emberek nem mernek jönni, és így megszűnt ez a lókupesság itt. Az útlevélnek fölemelték 40 ezer forintra a díját, senki nem vált csak itt. Mindenki kiváltaná 5 vagy 10 ezer forintig. Tessék! És ezért van lecsökkenve a lólaállomány. Nem azért, hogy a lovak kitalálják, hogy kevés vérűség, meg ilyen, nincs itt se unni a lóval. Hanem itt van a baj, hogy nem engedik be, és ez a lóé csak hobbiból tartják a lovakat, mert másra már nem tartják, nem dolgoznak vele a lóval. Csak ott adok el lovat. Az interneten, ott el lehet adni bármilyen lovat, ha olyan ló van. Szerintem én 2 napon belül bármilyen lovat eladok. Ti vettetek már az interneten lovat? Nem is egyszer. Ezt is onnan vettük, ami most van az internetről. Már csak az megy a vásár biztos. Hogy jó, van úgy, hogy tényleg megnézzük a lovat, lemegyünk, megnézzük, meg képen megtetszik, de élőben meg nem azt mutatja, mint az internet. Néha az internet csal. Sokat csal. És mi az, amit meg kell nézni, mondjuk élőben, mi az, amit érdemes megnézni? A nézését, meg a járását, csípőjét, a karingását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Az én babám, falu legszebb lányom, hogy ne volna. Ez volt a nagykörösi vásár, amit nektek tudósítottunk. Ahonnan egy olyan hagyományos mesterség, mint a lókupettség. Az új törvények miatt hamarosan kihalt. A gazdák azért nincsenek teljesen elkeseredve. Reményeik szerint a családjukban még tovább vihetik ezt az egészet. Az adásvevéshez az internetet veszik segítségül. Búcsúzik nagykörösről a Buberó TV. Jó, most ebből csak össze lehet vágni valamit, nem? Hát, lehet, hogy össze.